Hát ilyenkor várakozunk. De mondjuk de most begyorsult. Gyors, most begyorsult, most éppen szerencsénk van. Szerencse kellett ahhoz 2017 végén, hogy az új országos informatikai rendszer elsőre jóvá hagyja a termék kiadását ebben a szekszárdi patikában. A számítógépes hálózatra a házi orvosok, a gyógyszertárak és a kórházak csatlakoztak. Márha sikerült nekik, a rendszer ugyanis nem indult könnyen. Volt már egy receptem, csak itt nincs rajta. Hetek kellettek, mire az elektronikus rendszer működőképessé vált. Azóta nem lehetett róla hallani. Egészen január 1-ig. Most az okoz problémát, hogy a recepteket gyakran nem a beteg, hanem egy hozzátartozója akarja kiváltani. Most hiába próbálkozik ezzel bárki, egyszerű recepttel a kezében nem adható ki a gyógyszer. Ez azért van, mert a személyi igazolvánnyal beazonosított betegen kívül csak az úgynevezett felírási igazolás megléte esetén válthatja ki a vénköteles gyógyszereket bárki. Az új jogszabályváltozás, ami a saláta törvényekkel jött ki 2018. decemberében, az pont emiatt rendelkezett arról, hogy a felírási igazolások kiadása 2019-ben is kötelező lesz. Ez másképp lett volna, hogyha minden orvos csatlakozik. Vagyis a gyógyszerész kamara Tolna megyei elnöke szerint a gondot az okozza, hogy a házi orvosok közül néhányan nem csatlakoztak az e-recept rendszerhez az előírt határidőig. A megoldás mindenképpen az lenne, hogy a térhez csatlakozni, tehát eleget tenni a jogszabályi kötelezettségnek, másrészt meg nyomtatni a felírási igazolásokat, ami az idén kötelező, aztán meg 2019 után eldönti a beteg, hogy kéri a felírási igazolást, vagy pedig nem tart rá igényt. Vagyis idén még biztosan kell a kinyomtatott receptek mellé felírási igazolást is kapniuk a betegeknek. Ha ez nem történik meg, érdemes a házi orvostól a recept mellé ezt is kérni.